17 év ezelőtt kezdtünk el járni Erdélybe, Bőte Csaba házaiba. Először csak egy-két-három ház volt, ott Mikuláskor meg ajándékoztuk a gyerekeket. Aztán a 17 év alatt, amit ugye már közel 10 év, vagy több mint 10 éve már ti eszis diákok is segítitek ezt a mi akciónkat, gyűjtéssel, amit november végén ugye összegyűjtötök, és Mikuláskor visszük ki. Jendrolovics Gábor Pakson a kiállítás megnyitón beszélt az energetikai szakgimnázium diákjaival ápolt évtizedes jó kapcsolatukról. Rajzpályázatot hirdetnek évek óta az erdélyi árva gyermekek számára. A több száz, közel ezer alkotást az ESZI diákjai zsűrizik, melynek témája ezúttal Ferenc pápa csíksomlyói látogatása volt, illetve Jézus gyermekkorát hogyan képzelik el a fiatalok. Na most, ha megnézitek az írásokat, rajzokat, láttok itt Jézust focizni a tengerparton, a pálmafák alatt, óvodába, hát ugye attól függ ki, hogy gondolta el. Tehát nehéz témának tűnt, de fura módon én laikusként azt mondom, hogy egészen érdekes és jó pályaművek érkeztek mind írásban, mind rajzban. Tavasszal milyen kicsi egy-egy maga, amit akár ti vagy nagyon ma elültet, egy saláta, egy retekmag, pici, töpörödött dolog, berakod a földbe, öntözött, áldott napfény átöleli, és milyen hamar nagy lesz. De valami ilyesmi történt általatok, ugye felfigyeltetek a gyerekek rajzaira, hát a tapsot kap, vagy díjat kap valaki, akkor még bátrabban rajzol. Aztán én is rájöttem arra, hogy ezeket a gyerekrajzokat, hát végül is a gyerekeknek zseppészt adni elég nehéz, mondtam, hogy egy euró darabja, és elvittem ide-oda a templomokba, és persze, hogy amit pénzt kaptunk, azt egy az egybe odaadtuk a gyerekeknek, és akkor elkezdtek még jobban rajzolni. És hát ugye most például, amikor mentem Szíriába, Egyiptomba, Irakba, akkor mondtam a gyerekeknek, hogy vigyünk egy csíksomlyói szűzanya szobrot. Hát az ilyen ma nagy, hát ugye ahány centi, annyi euró. 60 rajzé, veszünk egy ilyen szobrot, 60 centit. Na, vagy egy méteresé, azért 100 eurót is össze kell gyűjteni. És a gyerekek olyan jó pofák voltak, mert minden további nélkül megrajzolták a szebbnél szebb rajzokat, én eladtam, és utána megvettük a szobrot, és utána minden gyerek ráírta a nevét. És valamelyik kormány újságban láttam, múltkor az egyik ilyen csíksomlyói szűzanya, ott van Erbilbe, egy katolikus iskolába, és olyan jó volt látni azt, hogy igen, ebben a ti munkátok is benne van. Csaba testvér Paksra látogatott első körben az ESZI invitálására, hiszen most már több mint 10 éve, szinte minden évben meglátogatja az ESZI-t, és én itt szeretném megragadni Csoládi Zoltán igazgató úrnak és a szervezőknek azt a lehetőséget, hogy a katolikus iskola is csatlakozhatott Csaba testvér programjához. 110 diákunk vett részt az előadáson, amit a fiataloknak tartott az ESZI nagy előadójában. Később pedig a délután folyamán a nevelőtestületnek és iskolánkba járó gyerekek szüleinek tartott szintén egy nagyon mély lelki tartalmú előadást, amely nem csak mély gondolatokkal volt tele, hanem nagyon jó és a humorral fűszerezett gondolatokkal is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma nagyon sokat gazdagodtunk az ő lelkületéből, a kereszténységről, vallott hitéről, felfogásáról. Tartottunk az iskolában egy ilyen rendhagyó hittanórát a gyerekeknek, és a tanárikarnak is volt egy egy előadás, beszélget, és igazából én arról beszéltem, hogy nagyon sokszor a mai ember azt gondolja, hogy már nem is vagyunk ma mi keresztények, hogy posztkeresztények, meg annyit szidjuk saját magunkat, nem vagyunk megelégedve se egymással, se magunkkal, se a Jóistennel, se semmivel, és akkor azért próbáltam ugye arról beszélni, hogy én igazából úgy látom, hogy a világunk szépül, bontakozik, növekszik, és tényleg ahhoz viszonyítva, ami pár évvel, vagy pár évtizeddel, évszázaddal ezelőtt volt, ahhoz képest, hát sokkal jobb világ van. Úgy. Paksi diákok felpártolták a mi diákjainkat, gyerekeinket, és igazából minden évben van egy ilyen rajzpályázat. Most már próza is volt, meg verseket is írtak a mi gyerekeink, és akkor itten hát van egy komoly, kemény zsűri,
melyik ugye megállapítsa a rangsorokat, nem tudom miféle, és ugye ma volt az eredményhirdetés, és hát ugye itt vannak mögöttem a nyertes pályázatok, és hát igazából ez volt a jövetelemnek a fő célja. De hát úgy gondolom, hogy a helyi plébános úr megtudtát, akkor most esti szentmisét is hirdetett ide Jézus Szíve templomba, úgyhogy örömmel jöttem. A kiállításra és a Szent Misére is a belépő egy-egy tábla csoki volt, melyet az erdélyi nevelő otthonokban élő gyermekekhez juttatnak el a szervezők. Atya, Szentlélek nevében, az Úr legyen velem, őseinek, templom, védő szentjén, Jézus szentség szívét választották. El a szív akkor is szeretem, áldozik, akkor megbánják, tud érni, hogy dolgokat szeretni.